Vadászati tájegység. A közelmúltban elfogadott törvénymódosítás létrehozott egy teljesen új elemet, mely szerint Zalában két vadászati tájegység lesz. Gyakorlatilag a principális földje választja majd ketté kelet-nyugati irányban a megyét 2016-tól. A törvényhozók bevezették a tájegységi fővadász státuszt is. Ők nem a vadászati hatóság alkalmazottai lesznek, és közvetlenül a földművelésügyi miniszter alá tartoznak majd. Tanácsadói részben felügyeleti szerepük lesz, részt vesznek a trófeabírálatban, a hadászvizsgáztatásban, hát olyan másfél oldalon keresztül sorolja a törvény a feladataikat. Hát erős kétségeim vannak afelől, hogy ezt mind egy személy egyszer el tudja látni, de bízunk benne, hogy igen.